Mélyen a Pilisi hegyek földjeiben egy gyönyörű szurdokot találunk, melynek hatalmas sziklafalai között szelíd patak csordogál. A sárgába öltözött erdőben madarak éneke száll. Látogatást teszünk a csodálatos deraszurdokban. Pilis-Szentkereszt felé tartunk, hogy felkeressük a település határában lévő szurdok völgyet. Utunkat színpompás fák övezik. Érkezésünkkor azt tapasztaljuk, hogy rengeteg az ember, ezért úgy döntünk, hogy az urdok fölé magasodó sziklákat másszuk meg elsőként. A színpompás erdő már rögtön az elején elbűvöl bennünket. Időnként megállunk, hogy kitekintsünk a völgyet ékesítő lombkoronákra. Nagyon szerettünk volna egy igazi őszi kirándulást, ami visszaadja az évszak hangulatát. Mindez megadatott számunkra, ugyanis verőfényes napsütés várt bennünket egy gyönyörű helyen, színpompás növényekkel, fákkal, lombokkal. Kezdetben kanyargós ösvényeken kaptatunk felfelé, később pedig egyre gyakoribbak lesznek a sziklás kilátópontok. Egy pillanatra sem tud megpihenni a szemünk, ugyanis az erdő színei folyamatosan adnak valami csodás látnivalót. Negyed óra séta után megérkezünk a felső rész leglátványosabb részéhez. Ezekről a sziklákról végig látni az egész földön. A magasabb pontokról még a Pilis csúcs kilátóját is megpillanthatjuk. Csipkebokor termése piroslik az ösvényen. Utunk meredeken kezd lejteni egészen a derapatak szurdokáig. A völgy viszonylag száraz, így kevés vizet láthatunk a patak medrében. Ugyanakkor annál több látnivalót ad a sárga színekben ragyogó avar. Kameránk szüntelenül forog, hogy megörökítsük az évszakra jellemző lombhullást. Túránk kalandosabb része következik, ugyanis többször át kell kelnünk a patak medren. Az 1 kilométer hosszú szurdokon időnként fahidak ívelnek át. Vadregényes, mesebeli tájakon vezet az útvonal. A szeliden csordogáló patak hangja és látványa békével és nyugalommal tölt el bennünket. Időközben mohával tarkított sziklák díszítik az ösvény két oldalát. Bár az ösvény viszonylag könnyen járható, azért fontos, hogy megfelelő lábbelivel vágjunk neki ennek a túrának. A szurdok körülbelül 30 perc alatt végig járható. Mi nekünk azonban ez jóval több ideig tartott, hiszen megálltunk, hogy gyönyörködjünk az elképesztően látványos tájon.
Bár a szurdokvölgy folyamatos látnivalót adott számunkra, érdemes volt néha felfelé is nézni, hogy megcsodáljuk a fölénk magasodó fákat. Időnként a patak szintjén, olykor pedig magasan a völgy oldalában haladunk. Mivel a deraszurdok igen népszerű, érdemes olyankor jönni, amikor ritkán látogatott, például hétköznapokon. Néhol eltűnik a patak, aztán pár méterrel később újra előjön. Ha azonban igazán látványos vízcsobogásra vágyunk, akkor érdemes eső után jönni. Lassan közeledünk a látványosabb, magas sziklafalakhoz. A sziklafalak magassága helyenként a 10-15 métert is elérheti. A mesebeli szurdokban jóval hidegebb van, mint a magasabb pontokon, ezért érdemes jól felöltözni, hogyha ide készülünk. Utunk a sokadik híd mellett vezet el, melynek létjogosultsága csak akkor látszik, ha igazán esik az eső. A szurdokban időnként felbukkanó Dera-patak egyúttal a Pilis és a Visegrádi hegység határát is jelenti. A patak vize Szentendrénél a Dunába torkollik. Kovácsi pataknak is nevezik, és ez a Pilis leghosszabb vízfolyása. A víz mély vájatot ásott a mészkőbe, melyet két oldalról már-már függőleges sziklafalak vesznek körül. Túránk végső szakaszán a sziklák egyre nagyobbak és magasabbak lesznek. A fölénk magasodó sziklafalak elképesztő látványt nyújtanak. Milyen apró is az ember ezek mellett a sziklafalak mellett.
Ha a túrafilmünk tetszett, ne felejtsétek el megosztani természetszerető barátaitokkal. A ritkuló szikla képződmények azt jelzik, hogy túránk vége felé közeledünk. Elbűvölő falevél hullással búcsúzik tőlünk a táj. A következő részben Biatorbágy hegyeit fedezzük fel egy késő őszi napon. Ha nem szeretnél lemaradni erről a látványosságról, ne felejts el feliratkozni. További tartalmakért látogass el Facebook, TikTok vagy Instagram oldalunkra.